Alig 2 percre volt szüksége a PMFC-nek a hétvégén a Sziget-Szent Miklós ellen, hogy a mérkőzés első gólját megszerezze. Bodor Márkó találatára azonban hamar válaszoltak a vendégek, alig 10 perc alatt sikerült egyenlíteniük. Ezután ismét nem kellett sokat várni a következő gólra, ugyanis a fehérben játszó Sziget-Szent Miklósiak egy 11-esből átvették a vezetést. A két gárda ezután sem az első félidő fennmaradó játékidejében, sem a második félidőben nem tudott nagyobb helyzetet kialakítani, így a találkozó 2-1-el ért véget. Biztos voltam benne, hogy a Pécs mindent meg fog mozgatni a második félidőben, hogy pontot szerezzen, illetve megfordítsa a mérkőzést, hiszen hazai pályán egy nagyon jó kis közönség előtt, egy nagyon szép helyen tudtam, hogy nekünk akarnak jönni. Annyit kértem a fiúktól, hogy végig 100%-osan koncentráljanak, és próbáljuk megtartani az eredményt, vagy ne adj Isten egy-egy kontrából elmenni, mert biztos voltam benne, hogy lesznek lehetőségeink, amik meg is voltak, sajnos nem tudtuk kihasználni. De még egyszer mondom, szerintem azért teljesen megérdemelt 3 pontunk, hiszen a Pécs nem is jutott el, azt mondom, hogy nagyon nagy helyzeték. Tehát végig stabilak és standardek tudtunk maradni. Márton Gábor vezetőedző szerint az első félidőben túl sokat hibáztak a játékosai, ez pedig ilyen szinten megengedhetetlen. A második félidőben azt gondolom, hogy már úgy nem is nagy játék, de legalább bátrabban futballoztunk, voltak lehetőségeink, voltak más dolgok is, de hát most ennyire futottan nem voltunk elég jók, hogy megnyerjük a meccset, azért véleményem szerint vereséget nem érdemeltünk. A PMFC jelenleg 9 ponttal a 3. helyen áll a tabellán, az ugyancsak 9 pontos Dunaújváros és a 10 pontos Ferencváros 2 mögött. A piros-feketék legközelebb, szeptember 3-án szombaton Dunaújvárosban lépnek pályára.